Ez a Középpont, a Hit Rádió délelőtti műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. Mai vendégünk pedig Pécsi Tibor, történész. Itt van a vonalban. Szerbusz Tibor, köszöntünk a műsorban. Szerbusz Tamás, köszöntelek, és a hallgatókat is üdvözlöm. Egy politikai kérdést fogunk történelmi, vagy lehet, hogy teológiai kontextusba rakni, majd meglátjuk. Márki-Zay Péter, aki az ellenzéki miniszterelnök jelölt, azt mondta, hogy Jézus baloldali volt. És ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy ez Márki-Zay Péternek a saját teológiai véleménye, vagy vannak olyan irányzatok, vagy voltak-e olyan irányzatok a történelemben, akik szintén hasonlóan látták ezt a kérdést. Szóval, hogy látod Jézus baloldaliságát és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat? Hát ugye ez egy meglepő gondolat volt Márki-Zay Pétertől, legalábbis számomra, aki eddig nyilván nem minden beszédét, nem minden gondolatát ismerve hallottam beszélni, hiszen ő kereszténynek és jobboldalinak vallja magát. Ugyanakkor nyilván érthető az a helyzet, amiben ő van, hiszen verseng azért a mostani előválasztási küzdelemben, hogy jövőre ő lehessen Orbán Viktor kihívója, az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Tehát nyilvánvalóan egy keresztény jobboldali embernek most meg kell próbálni megszólítani a baloldaliakat is, és hát ugye ezzel az erővel mondhatta volna egyébként azt is, hogy Jézus jobboldali, és erre számtalan példát tudnánk hozni, ugyanúgy, ahogy a baloldaliságára is, ráadásul talán önmagával is ellentmond így a Márki-Zay Péter, hiszen neki a jelszava pont az, hogy nem bal, nem jobb, hanem felfelé, úgyhogy ez egy érdekes szituáció, amit mondott, és hát nem, nyilvánvalóan nem biztos, hogy ezt csak ő találta ki, sőt, van olyan valószínű, hogy nem ő találta ki ezt a gondolatot, hiszen az 1960-as évek második felétől, végétől egyértelműen a tradicionális kereszténységben kimutatható egy olyan irányzat, amit úgy hívunk, hogy felszabadítási teológia, amely Jézust tulajdonképpen egy baloldali forradalmárnak írja le, egy igazi zsidó csegevarának, vagy egy első századbeli csegevarának, aki felbolygatja a rendszert, és megváltoztatja a helyzetet, és a szegényeket felemeli. Tehát lehet, hogy erre az irányzatra utalt Márki-Zay Péter, nem tudom. Ez a felszabadítási teológia, ez honnan jött, és milyen érdekeket szolgált? Hát ugye alapvetően arról szól ez a történet, ha egyszerűen akarunk róla beszélni, és nyilván azt gondolom, nem a hallgatókat lenézve, csak hát egyszerűen a közérthetőség kedvéért egy olyan irányzat ez, ami tulajdonképpen az egész Szentírást a szegények helyzetén keresztül próbálja meg értelmezni. És ez az egyházon belülről jött, vagy politikai mozgalmak részéről? Nem, ez az egyházon belülről született, meg ez a mozgalom. Két dél-amerikai, latin-amerikai teológus, a Segundo és a Gutiérrez uraknak a tanítása volt. Ez 1960-as évektől, közepétől, második felétől kezdődött két nagy dél-amerikai, latin-amerikai zsinat is épült ennek a témának a megbeszélésére, és hát könyvben is megjelent a Gutiérrez tollából a felszabadítás teológiája című írás 1971-ben, tehát ez mind arról szólt, hogy addig a hittételek alapján és a teológiai ismeretek alapján alakította ki az egyház a gyakorlatot, és itt az idő arra, hogy most már a gyakorlat legyen, és valóban Dél-Amerikában, vagy a gyakorlat legyen az első helyen, és ugye Dél-Amerikában valóban óriási társadalmi igazságtalanság volt, hiszen volt, és ma is van egyébként egy viszonylag szűk, nagyon gazdag elit, és tömegek nyomorognak. Hát elég itt a Rio de Janeiro-i faudákra gondolni, tehát ezekre a bódéházakra, ahova gyakorlatilag a hadsereg sem nagyon megy már be. Tehát óriási
különbségek vannak, rendkívül feszült szociális helyzet, és így volt ez addig is. Ráadásul ugye sajátos demokratikus helyzetek vannak ezekben a dél-amerikai, latin-amerikai országokban, a hunták, a katonatisztek, különböző érdekcsoportjai egy látszat demokráciával, vagy éppen azzal sem uralták az államot és irányították a társadalmat, és ez ellen lépett fel tulajdonképpen a felszabadítási teológia, és azt mondta, hogy az evangélium lényege tulajdonképpen az a szegényeknek a felemelése. Előszeretettel idézték ugye Jézusról szóló proféciát, illetve amikor Jézus felolvassa a Kapernaumi zsinagógában, hogy az Úr szelleme van rajtam, elküldött, hogy a szegényeknek jó hírt mondjak, és ugye a végén mondja, hogy a lesújtottakat szabadon bocsássam, és az elnyomott felemeljem, és az elnyomottakat szabadon bocsássam. Tehát tulajdonképpen ez a felszabadítási teológiának a lényege, hogy azt a spirituális valóságot, amiről szól az evangélium, hogy minden ember a bűn szolgája, és Jézus azért jött, hogy ebből felszabadítson minket, ez tulajdonképpen a társadalmi igazságtalanság felszámolására kívánja használni, és ez a célja. Tehát nem is annyira a társadalmi békét szolgálja ez a teológia, hanem sokkal inkább hisz a társadalomnak akár a radikális erőszakos megváltoztatásában is. A különböző keresztény-szocialista formációk ebből alakultak ki, vagy azok már korábban is léteztek? Hát ugye a keresztény-szocializmus az a 19. század végének a szülötte, közepének a szülötte, amikor ugye, tehát az keresztény-szocializmus az korábban kialakult, mint a felszabadítási teológia, és tulajdonképpen a 19. századnak a nagy változásai eredményezték, ugye átalakul a nyugati civilizáció, az ipari forradalom hatására munkások tömegei kerülnek az ipari városokba, és elszakadnak tulajdonképpen a saját korábbi gyökereiktől, és elszakadnak attól az identitástól is, amit a keresztény felekezetek jelentettek, és ugye a kialakuló új rendszer a kapitalizmusban valóban már vannak társadalmi igazságtalanságok, vannak gazdagok, vannak szegények, vannak a változásnak nyertesei, vannak vesztesei, és vannak, akik beleragadnak tulajdonképpen ennek a változásnak a sarába, és hát ugye akkor nagyon sokan elkezdtek a 19. század második harmadától megszütető szocialista mozgalomba belekerülni, viszont a szocialista mozgalom, amely ugye a közösségi tulajdonlásra és az egyenlőségre épülő evangéliumot hirdette, ezért nagyon, de viszont ateista volt, tehát elutasította a vallásnak a gyakorlását. Tulajdonképpen a marxi, majd engelszi, majd ugye hát a 20. századra a lenini gondolatok, azok teljességgel a vallást, ahogy ez el is hangzik, a nép ópiumának tartják, elutasítják, és hát tulajdonképpen a szocialista mozgalomhoz csatlakozó munkások egyre távolodtak az egyházaktól. És ennek volt egy olyan, erre jött egy olyan reakció, amit ugye szoktunk kötni a Leó pápához, aki kiadta, ugye a 13. Leó, aki kiadta Rerum Novarum című enciklikáját, amely egy reagálás volt ezekre a dolgokra, és tulajdonképpen ezt tartják a történészek az ilyen egyetemes nyilatkozatának, vagy megerősítésének a keresztény-szocialista mozgalomnak, amelynek az volt a lényege, hogy kell tenni a szegényekért úgy, hogy közben ők megmaradjanak a kereszténységen belül, tehát ne váljanak ateistákká. De ez még akkor egy egész magasztos ügynek tűnik. Hát és főleg nem akart erőszakos változásokat,
ellentétben egyébként a klasszikus szocializmussal. A visszatérve felszabadítási teológiára, hogy említetted a dél-amerikai alapítókat, a mostani pápa Ferenc pápa pedig szintén ugye dél-amerikai származású, és gyakran azt is mondják, hogy ő is valami hasonlót vall, ezt mennyire tudod megerősíteni? Hát ezt nem csak én tudom megerősíteni, hála Istennek, mert az kevés is lenne, hát ezt maga a pápa erősíti meg a saját beszédeivel, vagy éppen azzal, hogy meg szenté avatott olyan, ugye jezsuita volt eredetileg a pápa, és ennek a felszabadítási teológiának az élharcosai többek között a jezsuita renden, aznak a dél-amerikai kongregációi belül voltak, és hát ugye voltak köztük olyanok, akik odáig jutottak, hogy valóban a társadalom teljes erőszakos megváltoztatását igyekeztek propagálni, és bizony volt olyan Salvadorban, vagy Hondurasban, és más országokban is, hogy a jobboldali, a másik oldalon harcoló terrorcsoportok kivégeztek jezsuitákat. És maga a Ferenc pápa például egy ilyen meggyilkolt jezsuitát a pontifikátusa idején szenté avatott, tehát ezzel tulajdonképpen beemelte ezt a szemét a katolikus egyház legmagasabb köreibe, vagy elitjébe, ha ezt így lehet állítani, és ugye hát nem véletlen az sem, hogy ő maga is nagyon sokszor beszél olyanakról, hogy meg kell változtatni ezt a rendszert, hogy a gazdagok gazdagok és a szegények szegények. Ugye van egy ilyen hasonlata, amit a pápa többször hangoztatott, hogy ugye mindig a túlcsordulás elmélete, hogy a kapitalizmus egy olyan gazdasági rendszer, hogy ugye csordul a pohárba a haszon bele azoknak, akiké a pohár, de amikor ugye egy poharat túlcsordulóra töltünk, akkor az lejut a szegényebbeknek is, és ugye erre mondja a pápa, Ferenc pápa, hogy érdekes módon mindig csoda történik, amikor túlcsordulna az edény, mert mindig nagyobb lesz az edény, és soha nem jut el a haszna a modernizációnak és a kapitalizmusnak a szegényekhez. Tehát ő abszolút ilyen felszabadítás teológiai irányvonalat képvisel. Azok, akik ezt az irányvonalat képviselik, mennyire vesznek részt a közügyekben? Márki-Zay Péter esetében ezt látjuk, de ugye azért a katolikus egyházi vezetők például inkább tartózkodnak a napi politikai életben való részvételtől. A felszabadítási teológiát követők mennyire akarnak ezért harcolni a különböző törvényhozói szintereken is? Hát olyannyira, hogy Latin-Amerikában Közép- és Dél-Amerikában nem csak hogy törvényhozói szinten ott nem is harcolhattak ezért, hanem fegyverrel harcoltak a baloldali gerillák között. Tehát voltak olyan gerilla csoportok, amelyek magukat katolikus és szocialista gerilla csoportként apostrofálták, és gyakorlatilag fegyverrel harcoltak a fennálló rendszerrel szemben, és voltak köztük papok is. Volt erkölcsi jogalapja az ő harcuknak, vagy ezek a gerilla csoportok tényleg ártatlan embereket gyilkoltak meg? Hát nyilvánvalóan, hogy arra nincs szerintem erkölcsi alap, hogy bármilyen ideológia vagy teológia nevében embereket gyilkoljunk meg, de ugye ezek a papok, ezek a felszabadítás teológiák hirdetők a Bibliából nagyon sok igével alátámasztották maguknak, hogy jogos az ő küzdelmük, és ugye említhetjük itt például a Mária énekét a Lukács evangéliuma elejéről, ahol ugye azzal kezdő, hogy hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel, és a felszabadítási teológia követői erre azt mondják, hogy lám itt van benne, hogy a hatalmasokat, a vezetőket megdönti Isten is, és ugye felemeli a helyére azokat, akik megalázottak. Tehát ez egy kifordítása ugye a
Bibliának, szerintem legalábbis, és végig abból indulnak ki, hogy Isten a nélkülözőkre, a szegényekre kedvezőbben tekint, kedvesebben tekint, mint azokra, mint akiknek van. És ugye az ószövetségi proféták Malakiástól Ámosig rettentő sokszor ostorozzák joggal azokat az embereket, ugye a korabeli Izraelben és Júdában, akik a vagyonuk birtokában egyrészt elnyomják a szegényeket, hogy még gazdagabbak legyenek, másrésztről pedig ugye azt mondják, hogy hát öncélra használják ezt a vagyont és az élvezeteiknek a maradéktalan kielégítésére, de ugyanakkor a Bibliában rengeteg olyan gazdag ember van, aki viszont erkölcsileg is példa tud lenni a számunkra. Tehát ugye nem lehet az, amit a felszabadítási teológia állít, hogy a szegénység az egy erkölcsi pozitívum, az az erkölcsös, aki szegény, és akinek van valamilyen vagyona, akármi az erkölcstelen. Meg van is ebben némi ellentmondás, hogy miközben a szegénység az egy erkölcsileg pozitív dolog, közben mégiscsak fel kell szabadítani a szegényeket, hogy ne legyenek szegények. Hát pontosan ez az, ami az önellentmondás ugye ebben a történetben, és hát ne felejtsük el, hogy sokan a Ferenc pápáról, ugye a névválasztása is érdekes, hiszen ő az Assisi Szent Ferencről választotta a nevét, tehát ugye a Ferences rend alapítójáról, jó lehet a pápa jezsuita volt, de sokan ezért pont azt hiszik, hogy Ferences volt. Mert miért? Mert ki volt ez az Assisi Szent Ferenc, ugye, aki a szegénységet tette meg feltételéül annak, hogy üdvözüljön az ember. És ugye most itt visszatérve tehát egy kicsit... Nem is üdvözülhetett, aki nem szegény? Bizony. Mivel könnyebb a gazdag embernek átmenni, vagy nem, a tevének a tűzfokán átmenni, mint a gazdag embernek, meg ne gyűjtsünk magunknak a kincset. De ugye Jézus arról is beszél, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Így van, így van. Ezek mind valós igazságok, és nyilvánvalóan nem lehet ezt, hogy mondjam, kiforgatni. És ugye nyilvánvaló az is, hogy a Szentírás rengeteget beszél akár új szövetség arról, hogy a gazdagoknak erkölcsi kötelességük a szegényeket támogatni. Igen, de szerintem ez benne... egy normális értelmezés, de nem azt mondja a Biblia, hogy a gazdagok adják oda mindenüket a szegényeknek. Vannak ilyen igék, amiket erre ki lehet forgatni, hogy olyan hogy van, aki tisztességtelenül szerezte a mondjuk Zakeus a jövedelmet, és azt mondja, hogy odaadja mindenét, meg hogy akitől elvett, annak négyszer annyit ad vissza, meg egyebek, de azért az más. Természetesen, és hát ugye most mondom, itt az a lényege ennek, hogy ez a Ferenc is a szegénységet teszi meg feltételül, hogy üdvözüljön az ember, és Ferenc pápa a felszabadítási teológiát támogatja, és ha visszaolvassa valaki az elmúlt 8 évben ilyen témában megjelent nyilatkozatait, beszédeit, szövegeit, akkor abból egyértelműen kiderül, hogy ő nagyon nagy kritikával szemléli azt, amit mi kapitalizmusnak tekintünk, tehát tulajdonképpen azt, hogy az embereknek joga van gazdagnak lenni, és joga van szegénynek lenni. Mert ugye a felszabadítási teológia kihagyja teljesen a nézőpontjából azt, hogy van olyan, hogy Isten megáld valakit, ha szorgalmasan dolgozik, tisztességesen dolgozik, és még ráadásul anyagi területen is követi mondjuk a Szentírásnak a javaslatait, és ezért gazdagszik. És erre mondja azt ugye a Szentírás, hogy az Isten áldása gazdagít meg, és az nem szerez bántást. Például. Így van, így van. És ugye most ebben, ha belegondolunk, hogy akkor most ez jelenti-e azt, hogy valakinek mondjuk nem is tudok már legújabb autót mondani, de mondjuk a legújabb autója van, mert megteheti, az erkölcsileg vétkezett. Tehát
ez nem helyes, mert egyébként odaadhatta volna azt a pénzt a szegényeknek is. Ugye az egyházzal kapcsolatban szokott ez még felmerülni, hogy miért nem a hajléktalan ellátással foglalkozunk a legtöbbet, miért kell annyit beszélni a bűn ellen, és sokkal jobb lenne, ha nem exkluzív vagy normálisan kinéző gyülekezeti házakban gyűlnének össze a hívek, hanem a szabad ég alatt, vagy valami rondább helyen, de cserébe azt a pénzt oda lehetne adni a szegényeknek. Hát igen, ezek teljesen ilyen vádak, meg megfogalmazódnak, de ez abból a tévedésből adódik, hogy azt gondolja valaki, hogy az evangélium az egy szociális üzenet. Az és ez összefügg a felszabadítási teológiával, igen, nem? Igen, így van. Tehát az evangélium nem szociális üzenet, az evangélium alapvetően arról szól, hogy az embernek szüksége van megváltásra, és ez a megváltó eljött Jézus Krisztus személyében. És ráadásul, ha elolvassa az ember a Bibliát objektíven, akkor azt látja, hogy Isten, ha megáld valakit, annak lesz vagyona például, lesznek javai. És Isten nem turkál az embereknek a zsebében, azt a politikusok szokták, tehát meg a felszabadítási teológia képviselői. Tehát én nem tudom, hogy a Márki-Zay mire gondolt ezzel, a Jézus baloldali volt, mert... Nem fejtette ki. Nem fejtette ki a programját, amit előtte kifejtett, abból gondolhatjuk, hogy kapcsolódik valahol ehhez az irányvonalhoz, meg ahhoz ugye, ami megvan az emberek egy részében, hogyha valakinek van vagyona vagy gazdag, az csak egy erkölcsi nulla, hulla és egyéb szörnyű kategória lehet. Tehát ez ehhez kapcsolódhat ez a gondolatiság, de hát most már elnézést, ha már itt tartunk, hát akkor Jézus tulajdonképpen egy jobboldali is lehet ilyen módon, mert királyok királya, hát ennél jobboldalibb pozíciót nehéz elfoglalni. És például olyan drága volt a ruhája, hogy sorsot vetettek arra, elfogadta azt a drága olajat, ami miatt pont egyébként Júdás akadt ki, és mondott szintén egy ilyen kicsit felszabadítási teológiás üzenetet, hogy miért kell pazarolni, ezt oda kéne adni a szegényeknek. Igen, miközben lopott, csak igen, úgy megjegyzem. Igen. Tehát valóban. Egyébként ugye azért azt a jó köntöst, azt a rómaiaktól kapta Jézus, azért azt tegyük hozzá, tehát, mert ugye azt ő ráterítették, de nyilván nem érinti ez a beszélgetésünk lényegét, de tudjuk, hogy voltak emberek, voltak asszonyok, akik a vagyonukból támogatták Jézust, tehát volt vagyonuk, ez az első, ugye? Igen. Másodszor meg Jézust támogatták, és nem árvaházakat hoztak létre, meg szükségkórházakat, meg mindent, ez a másik. Harmadrészt meg ugye azért, ha megnézzük teológiailag ezt a kérdést, vagy csak a Szentírás fényében, hát például akkor, ha a vagyon és a pénz az bűnös dolog lenne, és megrontaná erkölcsileg az embereket, és ezért fel kéne szabadítani a szegényeket, ugye alapvetően a felszabadítási teológia úgy kívánja felszabadítani a szegényeket, hogy előbb a gazdagokat szabadítja fel a saját vagyonuktól. Tehát ezért például akkor hogy van olyan, hogy azt mondja a korintusbeliekhez írt levél, vagy a rómaiakhoz írt levél, hogy adakozók és közlők, és vannak ilyen szolgálatok, akik ezt meg tudják tenni, tehát vagyonukból támogatni az egyházak építését. Tehát nagyon fontos szerintem azt látni, hogy igen, Isten lehajol a szegényekhez, lehajol a nyomorgókhoz, szereti őket, fel akarja őket emelni, de nem igazságtalanul. Tehát nem úgy akarja őket fölemelni, hogy közben azokat, akiknek van, azokat megnyomorítani és szegényé tenni. Ez ugye ez a kommunizmusnak volt az alapvető ideológiája, vagy módszere, hanem Isten azt mondja az embereknek, hogy igen, szegény vagy és elesett vagy, de a fiatban mindent felkínálok neked, elsősorban az üdvösséget, és utána pedig minden jót, és ezt el lehet fogadni, és ebben lehet élni.
Mennyire tartod újdonságnak azt, hogy politikai szereplők Jézus Krisztusnak a személyéről beszélnek? Lukácsi Katalin, aki Márki-Zay Péter csapatának a tagja, kampánystábjának a tagja, ő például korábban azt mondta, hogy ha Jézus ma élne, akkor elmenne a Pride-ra. Most ugye Márki-Zay Péter azt mondja, hogy Jézus baloldali volt. Tehát, hogy ilyen ex-katedra kijelentéseket tesznek Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Volt erre példa máskor is a történelemben, hogy ennyire direkten mondták meg, hogy Jézusnak milyennek kéne lennie? Hát figyelj, mindig volt olyan, hogy Jézust akarták az adott korhoz. Tehát Che Guevarának Jézus volt a példaképe kicsit? Vagy a Fidel Castro. Igen. De például azt tudjuk, hogy a hippi mozgalomban megpróbálták ugye például a 60-as években ennek a közepétől Jézust egyfajta ilyen kívülálló szubkulturális lényként. De Jézus Krisztus szupersztár részben erről szól. Például, vagy a Godspell című musical, ami kicsit kevésbé ismert Magyarországon, tehát ezek mindenről szóltak. Ugye az, mert amiről itt szó van, szerintem a Márki-Zaynál is, meg a hölgynél, akit említettél, egyébként lehet, hogy tényleg elmenne Jézus a Pride-ra úgy, ahogy a kufárokat kiverte a templomból, de akkor meg ugye homofóbnak bélyegeznék. Na mindegy. Szóval a lényege ennek az, hogy igazából ez az igény, hogy Jézust a saját politikai üzenetünknek vagy ideológiánknak alávessük, ez ugye úgy tűnik, hogy ez egy ilyen korszellem, vagy nem tudom, meg fura is egyébként Magyarországon, hogy itt miért emlegetik mindenféle ilyen fura kontextusba Jézust. Egyébként ugye abból adódhat ez szerintem, hogy rá akarják húzni a saját ideológiájukra Jézus Krisztus személyét, hogy talán nem ismerik valójában, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Mert ha én ismerek valakit, akkor tudom, hogy milyen nem, meg milyen. Igen. És akkor nem mondok össze-vissza dolgokat. Tehát én ismerlek téged, nyilván nem fogok rólad olyanokat mondani, ami nem te vagy. Köszönöm, ez nagyon megtisztelő. Igen, de ez a normális szerintem, hogy ha ismer valaki valakit, akkor arról van képe, valós, reális képe. De akkor hogy látod itt Jézust is sokkal inkább egy ilyen politikai kampányeszközként, termékként használják, és valójában nem is a valóságos Jézusról beszélnek? Hát én azt gondolom, hogy abszolút mértékben, ugye most itt zajlik az előkészülete annak, ami a jövő évi választásokon, hogy sikerül-e ennek a 12 évnek véget vetni, ami volt, vagy nem. És ugye nyilvánvalóan itt a társadalomnak számos csoportját meg kell szólítani. És ugye az is abszurd, ahogyan a mai kormány oldalon azért egy szúrást engedjünk meg arra is, ha nem probléma itt a műsorban, hogy hát a mai kormány oldalon is rengetegen említik a kereszténységet, aztán utána olyan ótvar dolgok derülnek ki bizonyos ilyen szereplőkről, hogy az igazi keresztényeknek hát ég az arcuk a szégyentől. És talán hiba is, hogy a keresztény szót használják, mert milyen értelemben. Tehát, hogy kicsit úgy érzem politikai oldaltól függetlenül, hogy miért Jézussal akarnak választást nyerni, meg miért a keresztény címkével akarnak választást nyerni? Nem lehetne, hogy csak szimplán kormányoznak, vagy alternatívát kínálnak? Hát nyilvánvalóan azért azt ne felejtsük el, hogy a társadalomnak egy elég nagy szerete valamilyen módon kötődik a kereszténységhez. És nyilvánvalóan ezeket azért hoztam be egyébként a kormány oldalt, ugye most ellenzéki politikusokat mondtál, vagy róluk, egy ellenzéki politikus lehet, hogy mire adásba kerülünk, miniszterelnök jelölt szavairól beszélünk tulajdonképpen, tehát, hogy igazából mindenki tisztában van azzal, hogy a magyar társadalom egy része valamilyen formában a kereszténységhez kötődik. Vagy a tradicionális módján, vagy kulturális szinten, vagy olyan felkezetekben, egyházakban, amelyek a
neoprotestáns megújulást képviselik, tehát valamilyen szinten kötődik, és nyilvánvalóan ezeket az embereket is meg kell szólítani. Ráadásul ugye a kormányoldal deklaráltan kötődik a keresztény kifejezéshez, vagy a kereszténységhez, legalábbis a szavaiban mindenképpen, ezért nyilvánvalóan, hogy onnét kellene valahogy elhúzni még embereket ahhoz, hogy le lehessen, vagy le tudják váltani a jelenlegi vezetést. Tehát én azt gondolom, hogy ezért zajlik ez a keresztény emlegetés, meg Jézus emlegetés. Tehát nyilvánvalóan, na mindegy, szóval nem akarom ezt továbbra hozni. Igen, de abszolút érthető. Rögtön. Végezetül egy utolsó kérdést engedj meg, hogy mennyire tartod újszerűnek azt, hogy egy vallásos római katolikus ember alapvetően egy baloldali összefogásnak a része, egy olyan baloldali összefogásnak, amelyel bár van vitája, de mégis többségében ateisták, vagy világnézetileg teljesen más értékrendű emberek alkotják. Hát most mit tehet? Hiszen itt 6 olyan párt egyezett meg, amiből szerintem legalább 4 fajta gondolat homlok egyenest egymással szemben áll. Tehát egyszer van a demokratikusnak nevezett kommunista csoport. Vannak igazi szociáldemokraták köztük. Ott vannak a márkizajnál, hogy a keresztény szocialista irányzat, mert valami ilyesmi, amiben konzervativizmus is van természetesen, és akkor ott van a néhány éve még intenzíven zsidózó, buzizó, bocsánat a kifejezésért, és cigányozó Jobbik. Hát, és persze a zöld mozgalomnak a különböző részei, és az ifjú titánok, a Momentum, akik engem néha Csernyi József-féle Lenin fiúkra emlékeztetnek, de ez maradjon személyes véleményem, vagy hát most már nyilvános véleményem, de hát a beszédéből lehet mindenkit megismerni, és az ő beszédeik egy része erről szól. Tehát minden esetre van itt ez a rengeteg fajta irányzat, és hát valahogy ezt egyé kéne gyúrni. Na de hát nagyon nehéz ezt együgyúrni, és szerintem ezért van ez, hogy most itt kell tenni egy gesztust a baloldal felé, hogy nem vagyunk mi olyan különbözők, de azért voltak nagyon éles megjegyzések ebbe a kampányba, hát hadd ne én elemezzem, én csak egy történelem tanár, meg történész, meg teológus vagyok, nem vagyok én politológus, meg szociológus, meg ilyen nagyon hozzáértő, nincsenek közvéleménykutató intézeteim, de hát számomra lehetetlen átlag ember számára az, hogy ebből valami normális egység megszülessen. Mert annyira homlok egyenes dolgok vannak, de hát mégis egyetlen egy dolog köti össze szerintem ezeket a pártokat, ez pedig a jelenlegi miniszterelnök iránt érzett engesztelhetetlen gyűlöletük. És akkor a gyűlöletre, és ezt Márki-Zay Péternek, mint keresztény embernek tudnia kéne, nem lehet építeni. Pécsi Tibor, köszönjük szépen! Köszönöm.